Zsákokban és dobozokban gyűlnek az adományok, ezeket mind a rászorulóknak juttatják el a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai. Az elmúlt 3 évtized alatt számos hátrányos helyzetben élő családon segítettek már, a támogatásnak napjainkban még nagyobb jelentősége van, hiszen napról napra egyre többen küzdenek a megélhetésért. Mindig minden évben, és hát tulajdonképpen egész évben folyamatosan gondolkodunk, hogy hogyan tudunk mi magunk is megújulni, illetve hogyan tudunk a szükségletekre mindig válaszolni. Természetesen ez a téli időszak, és ugye az advent és a karácsonyi ünnep közelettével ez mindig hatványozottan igaz, természetesen most is készülünk. Ami egyébként folyamatos nálunk, az havonta egyszer, kétszer adomány napot, illetve cserebere napot szervezünk, és ugye itt mindig ez arról szól az adomány nap, hogy amit kapunk a lakosoktól, ruhát, könyvet, játékot, bármilyen adományt, azt itt az adománynapon jöhetnek azok, akik rászorulók, és ők ezt innen tudnak válogatni és vinni. Ugye a cserebere nap az annyiban más, hogy akkor ott hozok is valamit, és ugye vihetek, és akkor ott vagy saját maguk tudják kicserélni, vagy hoz valamit, és abból, amit behoztak, abból tud válogatni. Mondhatom azt, hogy így a városban a civil szervezetekkel, és akkor mondjuk itt csak kiemelnék 2-3-at, akikkel nagyon szoros a kapcsolatunk, mint a Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat helyi csoportja, illetve a Caritas, akikkel folyamatosan, pontosan így az adomány közvetítés tekintetében kapcsolatban vagyunk, mert hogy hát azt azért el kell mondanom, hogy tapasztaljuk, hogy elég nagy probléma van a családok életében és a családok tekintetében, és ugye igazándiból még csak most kezdődik itt a téli időszak, vagy a hidegebb időszak, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy koordináljuk és összefogjunk itt a városban, és célirányosan az adományok eljussanak mindenkihez, mindenhova, mert hogy vannak rászorulók. Az intézmény vezető úgy fogalmazott, hogy azok, akik nem hangosak, ott van a legnagyobb feladata a szakmának, illetve a civil szervezeteknek. Ezért fontos az összefogás, hogy azokhoz is eljusson a segítség, akik a legnagyobb csendben vannak. De szerencsére kialakult egyébként már egy olyan közösség, ahol a szomszéd, hozzátartozó, barát is felelősséget vállal, és hogyha éppen a rászoruló nem jelez, akkor jelzi ezt a közösség bármely tagja, ami nagyon fontos és meghatározó. Az adománygyűjtés egyébként folyamatosan zajlik. Fogunk akciókat hirdetni majd, amikor a karácsony közeleté, vagy különösen akkor most játékot szeretnénk, különösen akkor most tartós élelmiszert szeretnénk. A karácsony tekintetében ugye családokhoz eljuttatni, de tulajdonképpen az is már évek hosszú folyamata óta kapcsolatban vagyunk így a civil szervezetekkel, felajánlókkal, akik gyűjtenek szintén, és ugye mi kiközvetítjük a családokat. Mert hogy ugye tudjuk, hogy ki az, akihez, és megbíznak bennünk azok, akik adományoznak, és akkor ő hozzájuk kiközvetítjük a családokat. Általában most már egyébként az a jellemző, hogy a családok szokták vállalni, hogy elmehetnek hozzájuk, vagy itt a mi intézményünkben találkozik az adományozó és az, aki az adományt átveszi, mert régenben azért az volt a jellemző, hogy nem, hanem ugye akkor mi közvetítettük konkrétan, tehát, hogy mi vittük ide, most már vállalják és szívesen megköszönik, és ugye az, aki adományoz, az meg még inkább sokkal nagyobb nyugalommal, és látja, hogy hova jut az az adomány, amit ő összegyűjtött, vagy éppenséggel adni szeretne. Egyébként a különböző programjaink azok mennek, és hát ugye egy ilyen fontosabb feladat még, hogy az óvodai iskolai szociális segítőink, ők itt az őszi szünetre is már készültek különböző programmal, de ugye, hogy ebben változás, hogy akkor nem lesz őszi szünet, viszont a téli szünet hosszabb lesz, ezért kell nekünk is ugye újra tervezni, és erre a téli szünet idejére olyan programokat szervezni, de hogy ezek is működnek, működni fognak, és egyébként így a honlapunkon, a Facebook oldalunkról, mert nyilván iskolákból, óvodákból fognak erről értesülni a lakosok.
A legnagyobb szükség most a tartós élelmiszerre és az egyszeri segítségre van, mondja a szakember. Nyilván a ruha és az egyéb adományok, ezek meg abszolút háttérbe szorulnak, ugye ilyenkor, amikor az alapvető fizikai szükségletek kielégítésével van probléma, akkor ezek kerülnek háttérbe. Tehát arra folyamatosan, mert hogy ugye azért hát ruházkodni is kell, illetve azért a gyereknek valamiféle játékot vagy mesekönyvet azért jó, hogyha tudunk adni, de konkrétan most, ami az élelmiszer, konzervek nagy mennyiségben, akkor az, ami ugye ilyen zacskós leves, vagy olyasmi, amit ugye azonnal el lehet készíteni. Az idén 30 éves humán szolgáltató központ a jubileum alkalmából egy ünnepség keretein belül szeretné feleleveníteni az elmúlt 3 évtized történéseit. 92-ben itt a Családsegítő Központ néven indultunk, aztán ahogy változott minden, és egyre bővült ugye az intézményünk szakmai egységek tekintetében is, most már humán szolgáltató központként működünk. Hát mindenféleképpen szeretnénk egy pillanatra megállni, és ezt így megünnepelni, és a régi és a jelenlegi kollégáinkkal egy kicsit összejönni, beszélgetni, és hát november 10-én szeretnénk mi ezt egy ilyen kis beszélgetés és ünnepség keretében megemlékezni arról, hogy hát itt azért 30 éve itt vagyunk a városban, és mi minden történt, és hát itt szeretnénk majd egy ilyen kiváló dolgozói díjat is átadni egy kollégánknak. És hát ilyen kis kötetlen beszélgetés és visszaemlékezés arra, hogy itt mi volt az elmúlt 30 évben, mi változott, mi történt itt velünk.